Michael J. Sullivan, Mítoszok kora, negyedik fejezet. Az új főnök. A klánon belül szigorú törvények szabályozták a hatalom öröklésének módját. A hagyományt nemzedékről nemzedékre adta tovább a szokások őrzője. Csak nem minden szabály arról szólt, hogy a férfiaknak meg kell küzdeniük egymással, és a legerősebb uralkodhat. Brin könyve. Perszefóné összeszorította a fogát, és húzta, vonta, de a gyűrű csak nem akart lejönni. Nem csoda, Reglán 20 esztendeje csúsztatta fel az ujjára, amikor 17 éves volt, a férfi meg 41. 20 esztendeje. Nem tűnt olyan sok időnek, Perszefóné mégis úgy érezte, hogy mindig is együtt voltak. Azon a napon, amikor Reglán felhúzta az ujjára, a gyűrű még túl nagy volt, ő meg zsineget kötött a kis ezüst holmira, hogy éppen jól illeszkedjen. Az ékszer még Gat korából származott, és szent ereklyeként öröklődött tovább, Perszefónét pedig megrémítette a gondolat, hogy esetleg elveszíti. Sohasem veszítette el. Az első terhesség idején aztán többé már zsinegre sem volt szüksége. A kezét nézegetve most rájött, mennyire megváltozott az évek során. Megváltoztattuk egymást. Kerítek egy kis csirkezsírt, ajánlkozott Szara, és az ajtó felé indult. Várj, állította meg a nő. A szájába kapta az ujját, hogy benedvesítse, azután keményen a foga közé szorította a gyűrűt, és egy fájdalmas rántással letépte az ujpercéről a fémkarikát. Au! Fintorgott együttérzően Szere. Ez biztosan fájt. Bölcs, anyáskodó hanghordozásán hallatszott, hogy nem csupán a másik, sajgó ujjáról beszél. Perszefónénak hirtelen eszébe ötlött, hogy Szara is jelen volt, amikor férje az ujjára húzta a gyűrűt. A legtöbb frígy nem számított hivatalosnak, amíg ki nem nőtte magát. A közösség csak akkor ismerte el a kapcsolatot, amikor a pár összeköltözött, vagy amikor az első gyermekük megszületett. Csak hogy Perszefóné a főnökhöz ment hozzá, ami megkövetelte a szertartást, és a legjobb barátja, Szara, akkor ott állt mellette. A gyűrűt és a nyakperecet a második trón birtokosa viselte, hivatala jelvényeként. Perszefóné azonban mindig is Reglán szerelmi zálogának tekintette az ezüst karikát. Most bólintott, és nagyon ügyelt, nehogy sírva fakadjon. Már így is eleget zokogott, a szeme és orra kivörösödött és lüktetett. Férje halála után, gyermek és utód nélkül, a törzs elvárta tőle, hogy elhagyja a csarnokot, és átadja a helyet az új főnöknek és a családjának. Több mint 100 éve nem történt olyan, hogy a fejedelmi hitves kudarcot vallott volna legfontosabb feladatában, és ne szült volna olyan gyermeket, aki majd elfoglalja helyét az első trónon. Máve a szokások őrzője kijelentette, hogy Conniger, Reglán pajzsa lép a volt főnök helyére. Lehettek kihívói is, úgyhogy a dolog még nem volt eldöntve. De akárki is győzedelmeskedik, Perszefóné sorsa megpecsételődött, nem lesz hová mennie. Szere 20 évvel azelőtt mellette állt, és most ismét a pártját fogta. Kvártét ajánlott fel barátnőjének. Kívülről minden kerekház ugyanolyannak nézett ki, már amennyire az építőanyagok és a terepviszonyok lehetővé tették, de belülről Szere kunyhója bizonyult mindközül a leghívogatóbbnak. A padlót állatbőrökkel terítették le, kosarak, roka és egy bonyolult szövőszék állt odaben, valamint egy prémekkel leborított széles ágy, amely kényelmes pihenést ígért. A padló közepén a nyílt tűzhely melegen tartotta a helyiséget. Kémény híján sűrű füst gomolygott fel a gúla alakú zsúgtető csúcsa alá, aztán lassan távozott az épületből, és útközben kiszárította a gerendákra felakasztott fűszernövényeket, húst és halat. A kényelem érzete részben a puhaságot biztosító gyapjúból, zsinekből, fonából és összehajtott szövetekből származott, de ezt a kerekházat a falak tették igazán azzá, ami, vagy még inkább a fal, hisz az ilyen épületeknek egy faluk volt. A házikó falát belülről sárral tapasztották be, és Sarah lánya, Brin, gyönyörű mintákat festett rá. Némelyik, a lány apró kezének szénnel megrajzolt egyszerű körvonalából állt, máskor viszont sárga és narancsfestékkel húzott karikák és örvények díszelektek. Néhány bonyolultabb,
embereket és eseményeket ábrázoló rajz is akadt. Még a bejáratot keretező fán is égi csigavonalak és csillagok díszlettek, nem is beszélve magáról az ajtóról. Szara otthonának kerekfala valóságos művészi csoda volt. El sem hiszem, hogy korábban elfelejtettem lehúzni, tartotta a gyűrűt Perszefóné a barátnője orra alá. Megtennéd, hogy visszaviszed a csarnokba? Szere bólintott, elvette, és sajnálkozó pillantás ült a szemében. Perszefóné nem akarta, hogy sajnálják. Mindig úgy gondolta, hogy feladata példát mutatnia a népének, és most nem érezte jól magát a szomorú özvegy szerepében. Várj csak, állította meg a másik nőt. Nekem kellene odaadnom Tresszának. Ha nem én teszem, úgy fog kinézni, mint ha nem helyeselném a dolgot. Lehet, hogy nem Tressa lesz az utódod, figyelmeztette Sara. Az ajtóhoz lépett és kikémlelt. Holyman kihívta Konigert, most készülnek fel az összecsapásra. Holyman? Kérdezte Persefóni értetlenkedve. Komolyan beszélsz? Az ajtónál leskelődő barátnője mellé lépett, Sara kunyhója a csarnok lépcsőjére és a kis füves területre nézett, amelyet a dál lakói gyülekezőhelyül használtak. Mari kőszobra előtt két lángoló tűztál állt, ezek között csatolta most fel fa pajzsát a két baltával felfegyverzett férfi. Azért van némi esélye. Sara nyitva tartotta az ajtót, miközben mindketten kinéztek. Holyman csak vadász, felelte Persefóné, Koniger meg évekig reglán pajzsaként szolgált. De nagyra nőtt, Koniger még nagyobbra. Nem sokkal, és a harcban nem csak a méret számít. Ott van a fürgeség és a... tapasztalat? Nézett Persefóné a barátnőjére, miközben az hagyta becsukódni az ajtót. Talán nem is baj, hogy egy ilyen egyenlőtlen küzdelem lesz, mert Koniger nem, itt nem kénytelen végezni Holymannel, ha a másik hamarabb feladja. Nem engedhetjük meg, hogy elveszítsünk egy ilyen tehetséges vadászt. Kivágódott az ajtó, és Sara lánya lépett be rajta. Elnézést a késésért. Brin a korához képest magas volt, leginkább a nyúlánk lába miatt, de sok tekintetben az anyja hórihorgasabb változatának tűnt. Sarát apró orral áldották meg az istenek, szívesen mosolygott, és ha bár különösebben szépnek nem mondhatta magát, azért mindig is feltűnően vonzó volt. Mindketten varkocsokba fonták a hajukat, vagy ami még valószínűbb, Sara fonta be mindkettőjükét, hiszen ez a frizura igazán illet hozzá a dál legtehetségesebb takácsaként. A lány lehuppant az ágyra, és mélyen felsóhajtott. Valami baj van? Kérdezte Sara. Már megint máve, őrült és hülyén viselkedik. Brin! Ripakodott rá az anyja. Akarom mondani, nem tudom, hogyan várhatja el, hogy mindent megtanuljak, még a szavak hangsúlyozását és a nevek sorrendjét is. Máve kivételesen jól ért az őrzők feladatához. De hát olyan öreg. Én is az vagyok, meg Seth is, és biztosítatlak róla, hogy nem vagyunk örültek. Jó, de ha ti öregek vagytok, akkor ő vénségesen vén, és egyszerűen elment az esze. Brin ülőhelyzetbe ugrott, és keresztbe tette a lábát. Butaság elvárni valakitől, hogy ilyen sok részletre emlékezzen. Kit érdekel, hogy Doden vagy Hagen után következik a völgyláb csatájánál levágott emberek sorában? Tudom, hogy nehéz összeszedni magadat, mondta neki az anyja, de ne másokat hibáztass a kudarcaidért. Itt sohasem leszel őrző. Jobban kell figyelned. De hát, ráncolta a homlokát Brin, és karba tette a kezét. Édesanyádnak igaza van, csatlakozott Persefóné is. Az őrzőség nem csak abból áll, hogy valaki emlékszik a történetekre, ennél sokkal fontosabb feladat. Alapvető jelentőséggel bír ismerni a szokást és a törvényt. Értem, hogy unalmasnak találod az apró részleteket, mint például, hogy melyik növényt mikor kell vetni, de az ilyenektől függ, hogy a népünk tagjai életben maradnak-e, vagy elpusztulnak. Ezért tisztelik annyira az őrzőket. Tudom, de... Brin sértetnek tűnt, és elfordította az arcát. Persefóné felsóhajtott. Brin, sajnálom, én csak... Ide figyelj, egy napon kiváló őrző fog válni belőled, de még fiatal vagy, csak 15 éves, és még rengeteg időd van tanulni. Hallgatnod kell Mávéra, úgy tenni, ahogy mondja, és nem vitába szállni vele. Ha megelégelik, még a végén valaki mást választ. Az nem is lenne olyan rossz, mondta Sara. Visszatérhetnél a szövőszékhez. Anyám, kérlek, forgatta a szemét a lány, azután felkelt,
és az üres ivótökért nyúlt. Éppen az imént hívtad fel a figyelmemet rá, milyen öreg is vagyok. Kell majd valaki, aki átveszi a helyemet, amikor már túl gyenge leszek. Nem mondtam, hogy öreg vagy. Azt mondtam, máve öreg. Aztán pontosítottam, hogy vérségesen vén. Te hoztad fel a korodat. Ez elég jó emlékezetre val, szólt közbe Persephone. Brin huncut mosolyt villantott rá. Az én oldalamon kellene állnod, Sze, mondta neki Sara, aztán a lányához fordult. Még a nagyanyától, Brynhildától tanultam a rendszövet elkészítésének titkát, és ki nem állhattad, folytatta helyette Brin. Gyűlölted, hogy az apád anyja órákig dolgoztat a szövőszéknél. Persze, hogy gyűlöltem. Makacs fiatal hölgy voltam, mint te, mégis megtanultam, és nem vált a káromra. Máskülönben most te és a fél dál mesztelenül állnátok itt, és akkor mihez kezdenének a sok gyapjúval, amit az apád lenyír? Az őrző feladata is fontos. Persephone épp most mondta, és ő a második trón. Brin elhallgatott, a szájára tapasztották kezét, és olyan arcot vágott, mint a véletlenül napos csibére taposott volna. Semmi baj. Persephone megdörzsölte az üres helyet az ujján, ahol azelőtt a gyűrű volt. Mindnyájunk életében van néhány változás, amelyekhez hozzá kell szoknunk. Odakintről fegyvercsörgés hallatszott, elkezdődött a párbaj. Szitokszót a csarkodás követett, aztán a nézők egy emberként hördültek fel, ami után örömújongás és fújolás hallatszott, majd egy pajzsba csattanó balta mély koppanása. Brin az ajtóhoz szaladt, de az anyja elkapta a csuklóját. Nem kell látnod. Vízért megyek, te is kérsz vizet, nem? Brin! Szere hangja a csalódás súlyos köntösébe öltözött. De hát, további morgás következett, és lábak csusszanása, majd egy csattanás, és végül egy nagy ordítás. A tömeg ismét felhördült, de a hangot ezúttal nem kísérte újongás. A főnöki trónért vívott harc befejeződött, és újabb küzdelem kezdődött. Nők csapata küzdött egy férfi életért. Félre! Kiáltotta Padera. Először az apró terbetű nő moccant meg. A kerekfejű, duskeblű és széles csípőjű asszony úgy nézett ki, mint egy szoknyás hóember, miközben a nálánál kétszerte nagyobb férfiakat félrelögdösve előre sietett. Már akkor is vérség volt, amikor Persephone született, és a Ren klán legöregebb élő tagjaként tartották számon. Egy szántóvető feleségeként egészségben felnevelt hadgyermeket, és számtalan tehenet, disznót, csirkét és kecskét. Padera rendszeresen megnyerte az őszi aratóversenyt is méretes zöldségeivel és ízletes tésztáival. A dálban senkit sem tiszteltek nála jobban. Padera érkezésére a bámészkodók gyűrűje szétvált, és Persephone a saját szemével is megpillantotta a központi teret, ahol a két férfi megküzdött egymással. A látványtól a lélegzete is elállt. Holyman lába tértől lefelé vérben úszott. A verejtékben fürdő Koniger hátrát, baltáját erőtlen ujjai között lógatta, a csiszolt kő élről sötét folyadék csepegett. Persephone először nem tudta hová tenni a Holymanre szegezett szempárban ülő tekintetet, mint a Koniger szemében elsősorban bűntudat rejtőzött volna. A legyőzött kihívó a fűbe vájta a könyökét és feltámaszkodott, a hátát begörbítve és fájdalmában nagyot üvöltve bonszolni kezdte magát, hogy hová, azt Persephone nem tudta kitalálni. Valószínűleg még Holyman maga sem tudta. Feltehetőleg észre sem vette, hogy mozgásban van, vagy hogy közben vérfolyamot pumpál a lábából, amely széles sávban élénkvörösre festi a tavaszi füvet. Fogjátok le! Kiáltott fel Padera, és kerítsetek egy kötelet! A parancsára többen is megragadták a sebesült karját, és leszorították, míg mások kötélért szaladtak. Rohan, aki eddig a nézők között áldogált, most Paderához futott, és lehúzta Holyman vékony bőrövét, majd átnyújtotta a nőnek. A combja köré, lányom, emelte föl az öregasszony a vérző lábat. A tért fölött kösd el. Rohan olyan természetességgel hajtotta végre az utasítást, mintha csak arra kérték volna, hogy kösse el egy almás zsák száját. Az érthető volt, hogy Padera megőrizte a hidegvérét a mészárlás közepette. Az öregasszony gyakran tett helyre törött csontokat, még azokat is, amelyek átütötték a bőrt. Mély sebeket vart össze, farfekvéses csecsemőket és állatokat segített a világra. De azt meglepő volt látni, milyen készségesen cselekszik Rohan, méghozzá milyen szemtelenül.
A fiatal nő, akit nemrégiben még mindenki a fafaragó, iver rabszolgájaként ismert, általában félénk volt, mint egy mezei egér. Ritkán szólt, és még ritkábban látták a fafaragó házán kívül, amelyet a férfi halálával megörökölt. Ám most pontosan és tisztán dolgozott, nem tántorították el Holyment sikolyai, és vagy nem érdekelte, vagy nem vette észre, hogy a ruháját átáztatja a vér. A két nő megragadta az írhabőr őv egy-egy végét, és szorosra húzták. A vérszökő kút patakká csendesedett. Botot! Mordul fel Padera. Rohan, aki két kezével húzta az övet, Szarán lányára szegezte a pillantását. Brin, add ide a kalapácsot a batyumból! Brin áttülekedett a tömegen, odaszaladt a fiatal nőhöz, és feltépte a tarisznya száját. Elővett belőle egy apró kalapácsot. Gyerünk, gyermekem, tedd a nyelet a két szíj találkozásához, utasította Padera. Brin tétovázott, és a vért bámulva Holyman minden sikolyára összerezzent. Csináld! Kiáltotta az öregasszony. Perszefóné átverekedte magát, és megragadta a kalapácsot. Oda tette, ahová mutatták. Padera és Rohan újra keresztezte, majd megkötötte a szíj két végét. Fordítsd! Parancsolta a vénység. Gyenge, remegő kézzel Perszefóné valahonnan előkapart annyi erőt, hogy megfeszítse az övet. A vérpatak csordogálássá, majd csepergésé szelídült. Tartsd meg! Szólt Padera, aztán Maris szobra felé mutatott. Hozzátok ide az egyik tűztálat! Egy legelől álló férfi levette az ingét, és belecsavarta a kezét az anyagba. A tálat a nők mellé tette a földre. Padera eloltotta a tüzet, csak a parázslófa maradt. Holyman vergődése már alább hagyott, amikor a szénpiszkálásra használatos forró salakkotrót a lábához nyomták. Most szörnyű sikolyt hallatott, aztán egész testében elernyett. Iszonytató szag terjengett, és Perszefóné az orrához emelte az egyik kezét, miközben a másikkal szorosan fogta Rohan kalapácsát. Körben egymás válla fölött átkémlelő néma arcok figyelték őket. Aki beszélt, az is csak aggodalmas suttogással tette. Holyman a dál egyik legjobb vadászának számított. Az általa elejtett szarvasok télen nem ritkán jelentettek különbséget élet és halál között. Nem volt gyermeke, feleségét pedig a láz vitte el 3 télel azelőtt. Nem keresett magának másikat, állítólag összetört a szíve. Bár Perszefóné nem választotta volna főnöknek, de azért jó ember volt. Koniger a kútnak támaszkodott, és véres baltáját a kezében lógatva várt. Perszefóné őt sem választotta volna a klán élére. Nem ismerte különösebben bölcs embernek, vagy olyannak, aki fellelkesít másokat. Harcos volt, egyszerű pajzs és szekerce. Padera éppen az elüszkösödött húst vette be Holyman térdén, de a keze megállt két mozdulat között. Úgy bámulta a sebesült arcát, mintha az eszméletlen férfi kérdezett volna tőle valamit. Letette a lábát, és a férfi nyakára tapasztotta a kezét. Barázdált arcán elmélyültek a ráncok. Sietsége Holyman életével együtt veszett a semmibe. Lassan leoldozta a kötést a lábról, és visszaadta Rohannak a kalapácsát. Aztán a kúthoz indult, hogy megmosakodjon. Gratulálok, szólt oda a vénasszony Konigernek. Te vagy az új főnök.